Engedjétek meg, hogy felolvassak egy rövid részletet a Werkfilm című frissen megjelent regényemből, aminek az az érdekessége, hogy egy lírai betét, noha ebben a regényben lényegében egyáltalán nem találhatóak ilyen lírai betétek, ezen az egyen kívül. A kora délutáni nap melegíti a földet, a fák törzsét és lombját, a domb tetején álló református templom fehérre meszelt falát, melegíti a sírköveket, melegíti a templomkertben pihenő macska bundáját, melegíti a rovarok hátát, a kapuk kilincsét, a halastó vizét, a virágok szirmát, a tyúkok tollát, melegíti a tyúkólat is, a füvet, a halkan cirregő tücsköket, melegíti a völgy fölött hullámzó csöndet, melegíti a falu határában dolgozó parasztok hátát, melegíti a bőrt, a levegőt, a gyerekek szétpancsolt kerti medence vizét, melegíti a traktorgumiját, melegíti a palatetőt, a csillogó port a szántón, melegíti a marhák pofáját, a köröttük dongó legyeket, melegíti a mezőket, az erdőt, melegíti a bekötő út aszfaltját, melegíti a zúzott köveket, melegíti a frissen kent kátrányt, és melegíti a vízfelszín közelében úszó halak csillogó hátát. A nagy csöndben csak egy keverőgép herreg, ásóhajítja bele a homokot, betonoznak, meszelik egy házfalát, cserepeket rakodnak.